Néhány hónappal ezelőtt elmentem a Don Pepe pizzéria előtt, és arra lettem figyelmes, hogy borkóstolót rendeznek a pizzériában. Felkeltette az érdeklődésemet, hogy miként is párosítható össze a pizza a borral. Ezért úgy gondoltuk, hogy mai tesztünket itt rendezzük a Don Pepe pizzériában a 11. kerületben. Tesztelőink ma házlevelű borokat kóstolnak. És hogy valóban összefügg-e az olasz pizza és a magyar bor, erre talán megtudjuk a mai műsorban a választ. Tartsanak velünk! Szomjas ember, rossz kedvű, szája íze keserű, ám ha a torka nedves lett, kedve már is kedvesebb, ha megártam a ligán, majd elviszenek taligán. Bármi fájjon, hajtsa szóra, jár a kis kocsmába sorra, szívben ebben még a kedved, még a pencet jár. Megtörtént az első bor kóstolása, akkor arra kérek mindenkit, hogy mondja be, hogy hány pontot adott erre a borra, és aki a legtöbb, illetve legkevesebb pontot adta, akkor ő megindokolja, hogy miért. Márk? Én 78 pontot adtam erre a borra. Zita? 75 pont. Attila? Sajnos csak 70 pont. Én is 75 pontot adtam. Én 70 pontot adtam erre a borra. Én szintén 70. Rengeteg ásványt és egy rusztikus fajta jelleget mutatott be, ellenben sajnos maga a bor nem teljesen hibátlan. Illatában is már kezdett egy pici pároledényből, tehát hordóból adódó füllettség kialakulni, ami sajnos nem tűnt el levegőztetésre. Ízében pedig egy kicsi savhiány, tehát alacsonyabb savakat éreztem, és ebből adódóan én úgy érzem, hogy ez a bor szépen lassan, ugye a redox potenciál megváltozik benne, előbb-utóbb az egériz felé fog elmenni. Márk? Én igazából azért adtam ennek egy magasabb pontszámot, mert úgy gondoltam, hogy illattában egy eléggé komplex történetről van szó. Búza, napraforgó mag, mirealitás nagyon benne volt. Teljes mértékben is, és ugyanezek visszajöttek gyümölcsökkel együtt a szájban is. A savval egyetértek, nem volt ott teljesen a sav készlete, hogy további érlelése, sőt egyáltalán nem volt ott, hogy tovább vigye ezt a bor, de én pozitívnak éreztem az összességét. Nekem a mineralitása, ásványossága tetszett nagyon, ami már így az illatában is nagyon szépen jött, ízben is jelentkezett. Mert a savak is tetszettek tulajdonképpen, ezek a citrusosabb savak szerintem nagyon jól álltak az ásványossághoz. Tehát akkor abban egyetértünk, hogy ez egy átlagos minőségű, jól iható bor volt, kinek az alja, kinek a teteje felé közelítve, tehát semmiféleképpen nem hibás bor, semmiképpen nem óriási nagy bort kóstoltunk. Én azt gondolom, hogy elég jól együtt vagyunk a pontozással. Hogyha meg csak egy kis nő, csak legyintek üssek ő, jó kis kosba, jó kis bor, meg vigasztal mindenkor, 5 pohárral, 6 pohárral rákerülhet még a sor, még a bortal vigasztal, meg vigasztal mindenkor. Hogyha meg csak egy kis nő, csak legyintek üssek ő, jó kis kosba, jó kis bor, meg vigasztal mindenkor, 5 pohárral, 6 pohárral rákerülhet még a sor, meg a bortal vigasztal, meg vigasztal mindenkor. Azt tudnélik, hogy a Don Pepe-nek is ugye az egyik tulajdonos és egy borász. Belegondolkoztunk, összetudtuk a fejünket, mi mindenféleképpen szeretünk volna rendezvényeket. Ugye van egy meglevő törzsgárdánk, ugye ismerjük az étlapunkat, szeretünk egy kicsit plusz nyújtani a vendégeink számára. És talán akár a sors küldte őt, hogy beszélgetnünk, hogy miért nem csinálnak itt bor kóstolót. Nagyon jó a hely, járnak a vendégek, biztos, hogy a vendégeink is szívesen fogadnák. Igen, csak én is, ugye voltak a házborászai, ugye mi többféle vegyes, de annyira nem mentünk ebbe bele. És akkor leültünk beszélgetni, hogy hogyan lehetne ezt kivitelezni. Nem akartunk a klasszikus degusztált menüvel indulni, ugye mi itt vagyunk Örmezőn, mi minden vendéget szeretnénk kiszolgálni. Hogyha valaki csak egy desszertet szeretne megenni, és ahol szeretne egy bort kóstolni, az sem probléma, ezért alakítottuk ki úgy az étlapunkat azokra az estékre. Természetesen ugye mellé ajánlottuk a borokat, megkóstoltattuk a borokat,
hogy a vendég válasszon, hogy a vendég döntsön, nem mi döntsünk helyette. Kicsit belevontuk a nagy közönséget és a vendégeinket is, az, hogy van egy borkínálatunk, mi ehhez természetesen adunk javaslatokat, de döntsön a vendég. Szeretnénk szélesebb választékot kínálni a vendégeink számára. Ez ügyben azért tettünk lépéseket, tavaly kezdtünk el egy rendezvényt, egy kimondott borvacsorát, ahol magunk is meglepődtünk, hogy milyen jó fogadtatása lett a boroknak. És akkor utána minden hónapban rendeztünk már egy borral kapcsolatos rendezvényt, voltak kimondott szárazborokra, voltak a házboraira rendezvény, voltak kimondott édesborok, amit kimondottan a desszertkedvelőinknek próbáltunk megmutatni. Nálunk megvan, hogy melyik ételhez melyik borok a közkedveltebbek. Bármit lehet adni, de ugye vannak ajánlataink. A különböző vacsoráknak mi külön étlappal indulunk, amit kimondottan csak a házon belül mi szoktunk kialakítani, és az aznap estére vonatkozik. És azok mellé, a borok mellé kínáljuk, ugye, amit éppen az aznap este porondon van. Az ekletikát szerintem ugyanúgy lehet használni, ugyanúgy, ahogy az építészetben, ugyanúgy a gasztronómiában is. És nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon nagyon jó kiváló borok vannak. Jók az olasz borok is, viszont a Magyarországon nagyon-nagyon jó kiváló borok vannak. És én úgy gondolom, hogy ha Magyarországon vagyunk, hiába egy pizzériát és egy olasz típusú pizzériát képviselünk, szívesebben mutatjuk meg az a hazai borokat, főleg amikor van is mit megmutatni. A mai napon 18 bort kóstoltak végig zsűri tagjaink, és a borok oroszlán része a Stokajból érkezett. Zoli, melyek voltak azok a borok, amik igazán jól szerepeltek? Most előttünk az a három bor látható, amik az első három helyen végeztek, és úgy látszik, hogy az édes kategóriában Tokaj verhetetlen, viszont a dobogóra felfért egy száraz hársövelő is a badacsonyi borvidékről. A mai nap tapasztalatához annyit lehetne hozzáfűzni, hogy úgy látszik, hogy a hársövelű vulkanikus talajon érzi magát a legjobban, tehát a legszebb tételek Somlóról, Badacsonyról, illetve Tokajhegyajáról érkeztek. A többi, ami más borvidékről érkezett, az nagyon lemaradt ezek mögött, a borok mögött. Én azt gondolom, hogy a hársövelű egy kicsit méltánytalanul mellőzött fajta, meg kellene kapni neki is azt a nagyobb figyelmet, mint amit mostanában a Fulminnak fordítunk. Küvékben gyönyörűen szerepel, és ugye a nagy édesborok pedig elképzelhetetlenek szinte nélküle. A kóstoló legérdekesebb és talán legizgalmasabb része, amikor a vakon tesztelt borokat feltegyük. A zsűritagok ilyenkor tudják meg, hogy mely pincészet borát értékelték a legjobban. Nem árulok el titkot azzal, hogy néha van csodálkozás a leleplezett borok előtt. Természetesen a jegyzetre ilyenkor már csak a pincészetek nevét írják rá. A pontok összesítése ekkora már megtörtént. És most lássuk az ezüstérmes, majd utána az aranyérmes borokat. Odakint búcsúzik a nyár, rűt levél, remeg a fár. Sietve búcsúzik a nyár, orcitár, lépte nyomán. Szeptember söpör már a tereken, sírnapot kő... Megérte neked ide eljönni? Igazán megérte, olyan szinten, hogy hétvégi rendezvényeken voltam, és egyszerűen ez egy hétköznapi program. Várom már, mikor lesz a legközelebbi. Egy nagyon színes, egy széles látókörű programnak részese, aktív részese. Nagyon sok minden olyan elméleti tudás vált gyakorlati szintre. Olyan illatok, olyan ízek szabadultak föl, amiket még a nap elején nem gondoltam volna, hogy ezek így realizálódnak. Olyan emberekkel, olyan szakmai zsűrivel voltunk együtt, akiknek méltó tudása van. Most a fehér bor felé ugye kacsingatok.
Ez egy nagyon érdekes kaland volt igazából. Én a vörös borokat szeretem, de a fehér borokba kóstoltunk bele. És meg kellett lepődnöm, vagy meglepődtem, mert nagyon, nagyon színes volt a választék. Ha az ember kultúráltan tud fogyasztani alkoholt, akkor az egy, az életnek egy része. Ugyanúgy, mint minden más. Tehát ugye nagyon sok kettelésünk van, nagyon sok hobbink van. Ez is egy része igazából az életünknek. Tehát az alkohol. Mértékkel természetesen. Az Aikido lényege, hogy az edzés után olyan jó hangulatban van az ember, hogy mindenkit barátként tud elfogadni. Beszélgettem borszakértőkkel, és azt mondták, hogy a borszakészítésnek van egy alapja, tehát vannak alapelvek, amelyeket be kell tartani. Az Aikidóban szintén vannak alapelvek, amelyeket be kell tartani, és ezeknek a keveréke, tehát hogy milyen arányban keverjük az alapelveket, határozza meg azt a karaktert, amit végül is egy Aikido mester vagy egy borszakértő belevisz a munkájába. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a bor az igazából a természet ízeit, a természet illatát, a természet energiát adja vissza. Az Aikido egy nagyon érdekes harcművészet, ritka harcművészet, a természetnek az alaptörvényeit alkalmazza, tehát a természetben megtalálható mozgásokat, tehát a spirált, a kört, a vízesésnek a hangulatát adja időnként vissza a mozgás. Ez is egy nagyon érdekes párhuzam, hogy mindegyik a természetből táplálkozik. Ami viszont számomra a legfontosabb az az, hogy az Aikido után egy nagyon telített, kiegyensúlyozott érzést lehet érezni. Nekem ott kezdődik a bor, hogy amikor megkóstolom és lenyelem, akkor ugyanezt a telítettséget, ugyanezt ezt az érzést adja vissza, szinte érzem, hogy vérré vált a bor bennem. A hásvelő alapvetően egy nagyon kellemes, érett, telt, illatvilágú, egy aránylag lágy, egy kerek, egy kicsit ilyen mézes, sokszor tényleg valóban a félédes irányba elmutató borfajta. És ugye alapvetően bennem is ez jön elő, hogy nem egy ilyen típusbor képpel állunk szembe, hogy az emberek fejében ez a fajta ideál, egyfajta skatúja ez. Nagyon érdekes fajta ez Magyarországon, hiszen nem egy vezető fajta, de mégis elég markánsan benne van a köztudatban, és az emberek fejében él egyfajta hársvelű kép. És nekem, mint borásznak is él a fejemben egy hársvelű kép, és ami a meglepő volt a mai 18 tétel alapján, hogy még sincs ilyen kép. És mégis a mai napon azt látta az ember, hogy ebben sokkal több van ebben a fajtában, sokkal szélesebb a spektruma, mint amit eddig aránylag ilyen zanzásítva az emberek fejébe benne volt. Hogy ez önmagában nem annyira jelent, nem ugrik rá az ember, hogy hú, ez most egy hárslevelű. Tehát sokkal inkább szofisztikált a struktúrája, az íz és illatvilága, mint egy cserszeginek mondjuk, amire az ember azonnal ugrik, és azonnal látja, hogy ez már pedig erről beszélünk. Tehát egy ilyen kis beérett királylány, aki nem beszél sokat, aki nem akarja mutogatni magát, hanem aki várja azt a herceget, aki az ő finomságait megtalálja. Porcius. Nevüket sem hallottam igazán eddig, és most mind a két tételben benne volt, nagyon szépen vizsgázott nálam. Tehát egyrészt látszott, hogy nagyon, nagyon tiszta a pincéjük. Másrészt, hogy nagyon értik a bor kezelését, nagyon érzik a fajtát. Öröm volt mind a két. Egyik egy teljesen száraz tétel volt, egy hordó minta volt, meg egy már palackos, édes vagy félédes kategória. Én azért láttam egy-két nagyon szép száraz hárslevelűt, ami meg tudta mutatni azt, hogy egy kis palac bukéval is szárazon tud mutatni még néhány éves korában is gyönyörű arcot. Szinte, hogy érezted magad ma? Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Hárslevelőkkel kapcsolatban eddig nem volt olyan nagy a tudásom. Úgy érzem, hogy így a borok terén a hárslevelő picit ilyen homályos volt. Itt pedig kaphattam egy elég szép rálátást ezekre a borokra. Született egy új felfedezés, aminek nagyon örülök. Ez pedig az itteni bor. Nagyon szép, komplex bor. És ez ugye az édes változata, édes hárslevelű, és volt a sorban egy száraz hárslevelű is, ami szintén nagyon tetszett, és ugyanezt a komplexitást és ezt a szép cizelláltságot találtam meg az édes
változatában is, tehát nekem ez két kiemelkedő bor volt, és a végén én meglepetésként ért, hogy ugyanazon pincészetnek a két bora. Én ezzel annyira nem értek egyet, hogy az édesbor az női bor lenne. Magam inkább a száraz borokat kedvelem, és az kicsit ilyen keményebb savú borokat, tehát nem annyira az édes borokat. Inkább az, hogy megtaláltam benne valami izgalmat, valami különlegességet, ami picit eltér az általam eddig kóstolt édesboroktól. A borteszt alatt nagyjából ugyanazt éreztem, amit én egy pár éve már látok a magyar borágazatban, hogy a házlevelűt, mint fajtát egy icipicit háttérbe szorították, amióta ugye felkaptuk a furmintot, és mindent tudunk a furmintot, és nagyon szeretjük a furmintot. Azóta a szegény házlevelő egy icipicit a háttérbe szorult, és ez egy picit érződik sajnos a borászati a borászok gondosságán is. Azt éreztem, hogy nagyon sok helyen valószínű nem a legféltettebb borként kezelték ezeket a borokat, ezeket a tételeket. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy elég sok szép tétel volt, de időnként kisebb-nagyobb hibákba természetesen belefutottunk. Igyekeztünk ezt azért úgy bírálni, hogy a bor erényeit emeljük ki, és ne elsősorban hibákról szóljon. De szerintem ugyanezekről a pincészetektől, ha a furmint tételeket le tudtuk volna kóstolni, akkor mindenhol 2 vagy 3 ponttal magasabbat tudnánk adni. Ezt teljesen biztosan merem állítani. Azért találtunk olyanokat, amiket szerettünk. Például itt, ami előttünk van, a Pallói Borház 2011-es házlevelője, legalábbis nálam ő kapta a legmagasabb pontszámot. Többen ostromolták az ő pozícióját szerencsére, tehát azért 1-2 pontokról beszélünk itt különbségekben. Egy nagyon jó, fajta jelleges illattal rendelkező, tiszta illatú, szép ásványokat is mutató bort kaptunk. Ízében nagyon jó savcukorarányjal, kerek savakkal, tiszta lefutással, és a leges legvégén leheletnyi fanyarsággal, ami szépen ellensúlyozza a cukor édesség érzetét. Összességében egy jól iható, kedves, szerethető tétel került a poharunkba. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy ilyet is kóstolhattunk. A Villa Tolnai a badacsonyi borászatból ihletett meg engem nagyon ez a bor, igazából egy kicsikét visszafogottabbak voltak az illatai, de annál inkább komplexebb és nagyon kis finom aromákat, finom kis illókat mutattat az a bor, például barack, egy kis ringló, az a sárga ringló, sárga alma, almahéj, lilium, pici mézes, kicsi mineralitás, úgyhogy minden volt benne, és hasonló íz karaktereket is mutatott a szájban, nagyon jó savszerkezettel, szép alkohollal. Fú, mikor innám? Annak kellene, hogy ez egy fehér bor, én nagyon szívesen innám ezt télen, mondjuk otthon, amikor leesett a hó, a Balatont nézve, így hófötte táj, mert azért megvan benne az alkohol is, hogy azért megmelengesse az embernek a szívét, úgyhogy természetesen valakivel, egy jó baráttal, vagy egy hölgyismerőssel egyaránt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, hogyha tehetik, akkor kóstolják végig önök is ezeket a borokat. Biztos vagyok benne, hogy fognak olyan házlevelű bort találni, amit ezután szívesen fognak kortyolgatni. Találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra! Egészségükre! Egészségükre!